Mátyás megkoronázása. Mátyás király szegény ember fia volt, egy gazdag embernél szolgált. Akkor régen úgy választotta a király, hogy a levegőbe repítették a koronát, és akinek a fejére szállt, az lett a király. Egyszer, amikor az uraságok királyt akartak választani, hiába repítették a koronát, nem szállt a senki fejére. Sok úr, gróf, báró összegyűlt a királyi választáson, de bizony nem repültenek se a fejére. Mátyás eközben vidáman szántogatott a gazdájánál. Mondja neki a gazda, királyt választanak Budán, mi meg közben itt szántogatunk. Azt mondja Mátyás, nem lesz addig király, még én itt vagyok, mert csak is én lehetek király. A gazda erősen ránéz. Mit beszélsz, te haszontalan? Majd meglátja, hogy király leszek? No, akkor hiszem, ha ez a száraz bot, amit most ide lesz, burak a földbe, kizöldül, mire visszajövök. Térült, fordult a gazda, és mit lát? Mire visszajött, kizöldült a száraz bot. Már levél is volt rajta. Ekkor a gazda letérdelt a szolgája előtt, és azt mondta, én hiszem, hogy te leszel a király, ilyen dacsodát még nem látott senki. Akkor el is indultak Budára, ahol a koronát repítgették. Amikor Mátyás odaért, éppen megint felrepítették a koronát, az egyenesen Mátyás fejére. Na, az uraságok mind felzúdultak, hogy azt már nem hagyhatják egy szegény legényből. Legyen király! Így tanakodtak. Mátyás gyorsan bezárták egy disznóba, és újra felrepítették a koronát. Ekkor a korona a disznóba szállt, egyenesen Mátyás fejére. Harmadszor is felrepítették a koronát, mert nem akartak beletörődni az igazságba, de mindháromszor ugyanoda repült be a disznóba, egyenesen Mátyás fejére. Nem tudtak az urak mit tenni, Mátyás lett a király.